Több ezre rajtoltak el Pünköst hétfőn a 12. tesztfutáson a Panorama Offices elől. A rutin része a dolognak. A verseny résztvevői között akadt, aki nem szokványos módon vett részt a versenyen, hármasikrekkel teljesítette a kitűzött távot. A sportolni vágyók egyébként választhattak a 4,8 és 11 kilométer között, valamint lehetett váltóban is indulni. Az idei versenyen egyéniben több mint 200-an álltak rajthoz, emellett 22-3 fős váltó jelentkezett. A cél az az volt, hogy a fehérvári polgároknak biztosítsunk egy olyan eseményt, egy olyan lehetőséget, hogy utcai futóverseny formában versenyezhetnek, kompakt távokon 4,8-11,2 km, tehát nem fél maraton. Azoknak szántuk ezt az eseményt, akik most kezdtek, vagy mostanában kezdtek sportolni, és mindenképpen szeretnénk őket megfertőzni ennek a forgatagával, ennek a bájával és ennek a varázsával az utcai futóversenyeknél. A tömegfutás célja az volt, hogy minél többen kezdjenek el rendszeresen sportolni egy tiszta, egészséges városban. A tiszta, egészséges Székesfehérvárért futóversenyt követően idén is megrendezték a Depónia futást, amelyen 1,6 kilométert kellett teljesíteni a sport szerelmeseinek. A nevezés feltétele egy széttaposott PET palack volt, amelyért cserébe ajándékpólót kaptak a futók. A leggyorsabban Kis Péter, a Tóvárosi Általános Iskola tanulója futotta le a távot. Az elején nagyon beakadtam, de aztán elkezdtem jobban futni, koncentrálni, és így a végén már fáradtak a többiek, és így be lehetett őket húzni. A fiatal futó elárulta, az iskoláját szerette volna támogatni a nevezésével.